Sziasztok, én Podi vagyok, ez pedig a Hogyan készíts a Skiffy Gunt legújabb epizód. Nos, a nagy érdeklődésre való tekintettel készítettem egy újabb Skiffy Gunt, mivel az előző ez annyira nagyon jól sikerült, hogy tényleg, ha megnéztek, ez egy teljesen más kategória lett, mint bármi, amit eddig csináltunk, és sajnos csak ilyen fázis fotók lettek róla, meg egy-két apróbb ilyen snit, de az egészet nem vettem fel, hogyan készítettem. De azt hiszem, hogy rátaláltunk arra, hogy mi a jó irány, mert ez a jó irány, és ez már egy teljesen más kategória, mint amit eddig készítettünk, úgyhogy mindenképpen ezt fogjuk erőltetni. Tessék, mint láthatjátok, nagyon jó koptatások vannak rajta, mindenhol, mint a szemetes lenne az egész, mint a valóban működne, ez már egy teljesen elfogadható kategória, úgyhogy ezen a vonalon fogunk tovább menni, és ennek köszönhetően készült el a legújabb, jó nehéz, kis begyújtó karral az elején, akár lángszórónak, vagy ion kanon ágyú állat, akármi. Nézzétek meg, baromi jól néz ki ismét, úgyhogy ezen a úton haladunk. Ez szerintem az, amit erőltetni kell. Megmutatom. Na, kertészeti teszt 1. Mehet. Hát a mostani áldozatunk, ő lesz, egy vízipisztoly szintén, vaterán lett lőve, pár ezer forintos tétel volt, egy ilyen pakban volt, ilyen kis bénácska. Meg ilyen furcsa fogása van, ilyen egykezes akar lenni, az, amiből fog készülni. Hát úgy néz ki, hogy ezzel első fegyverem nem tudok szétszedni, csavarhúzó hiányában. Ilyen sajnos, de egybe akkor meg fogom viszont fújni, mert... A cicák nagy örömére macskalommal fogom feltölteni, úgyhogy szerintem ma, mert találtam most pont, úgyhogy ez tök jó lesz súlynak. Ma az a szerencsém az egészben, hogy az egész egy tartály végül, és akkor nem is kell kiszerelni, nem csak teletöltöm. Ledugaszolom, lefolytom, és akkor gyakorlatilag a súlya megvan. Úgyhogy a macskák szerintem imádni fogják. Mivel úgy tűnik, hogy az elején itt folyik ki a homok belőle, bekerült a csőrendszerbe hozzá a homok, mert alom mellé még homokot is töltöttem, mert nem volt elég, ezért most beleverek egy szöget, valami bicikli ragasztó, körbe fogom itt ragasztani, hogy egyáltalán ne is folyjon ki. Funk it.
takarást, ezt megcsináljuk a másik oldalon is természetesen ugyanúgy. Hiszen mind a két oldal ugyanúgy fog kinézni. Kitakarjuk ezt a részt, és ezt ugyanígy fémesre fújjuk, aztán egy kis feketével megködöljük, hogy úgy tűnjön, mint hogyha kopott lenne. Mostan az egyik legfontosabb rész a fémes koptatás utánzat. Ez króm festéket fog használni, és egy zoknival fogom felkenni. Funk it.
Okay.